A mindennapos, olykor felhőszakadásszerű esők nekünk, a városiaknak talán már soknak tűnnek. A gazdák azonban a száraz tavaszi hónapok után már régóta vártak az égi áldásra. Az aratásig még 2-3-4 hét a legkorábbi betakarításig van, tehát ez a víz még a teljes érésű gabonaszemekben nagyon jól hasznosul. A gabonamagvak száma már ugyan adott, de a csapadék hatására még nőhetnek egy kicsit, ami hozamnövekedésben mutatkozhat meg. Nagyon sokat segít a kapás kultúrának, napraforgónak, kukoricának, ott, ahol cukorrépát termesztenek, ott is nagyon nagy jelentősége van. Mint mindennek, így a csapadékos időjárásnak is megvan a hátulütője. A csapadékos idő a betegségek, a kórokozók melegágya tud lenni, tehát lényegesen jobban oda kell, hogy figyeljenek a gazdák, nézzék meg alaposabban a növényállományokat, és ha olyat észlelnek, akkor be kell lavatkozni. A fokozott figyelem annál is inkább indokolt, mivel a középtávú előrejelzés szerint a következő 10 napban is csapadékos idő várható.